Sziasztok, és üdv újra a csatornán, én Pandi vagyok. És ez egy sminkes videó lesz. Mert igazából még nem volt szerintem olyan sminkes videó, vagy nagyon régen volt, hogy csinálom meg a hétköznapi sminkemet, az ilyen mindennapi sminkemet, és mostanában eléggé kialakult egy ilyen rutin, hogy szoktam. Úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, mivel amúgy is akartam majd másik videót videózni, amihez kisminkeltem volna magam egyértelműen, és aztán rájöttem jó videósként, hogy üssünk két legyet egy csapásra, és akkor azt is levideózom, ahogy sminkelem magam, aztán levideózom a másik videót. Szóval, hogyha úgy nézek ki, ugyanúgy, mint abban, akkor ez az oka. Egy ilyen jó kis tiszta tükröt fogok használni a folyamathoz, és az első lépés az mindig a hidratálás. Egyébként a hidratálásban nagyon rossz vagyok, nagyon sokszor elfelejtem, de külön kell az arcot is, meg a száját is. Szájra nagyon ajánlom a Carmex nevezetű szájcuccot, mert nekem kb. Ez az egyetlen, ami bevált. Arcra igazából így nincsen külön ötletem, én most ezt a Garnier krémet fogom használni, de ezt csak úgy random megvettem, mert éppen nem volt más, meg erre volt pénzem, szója. Ez azért szerintem egyébként viszonylag gyors lesz, mert egy elég természetes smink lesz az egész, szóval semmi nagy cucc, mondjuk ott is van itt tükör, szóval ott is nézhetem, ahogy krémezem magam. Nem is fogok túl sok mindent használni, mert van, amikor szeretek jobban sminkelni, de van, amikor csak így hétköznapokon annyira mégsem, úgyhogy lehet, hogy nem kéne így dumálnom, mert megint be fognak szólni, hogy mennyit beszélek, úgyhogy kicsit visszafogom majd magam. Az első lépés az alapozás nálam, mármint egy második, amit régen kézzel kentem el mindig az alapozót, aztán jött a szivacs, és mostanában ecsettel szoktam. Ugye én így nyomom ki a kezemre, nem tudom, hogy ez így látszik-e, egy ilyen nagyobb borsónyi. Kicsi a hajam alá is. Itt a homlokom az itt még tart. És ennyi. Maradt egy kis alapozó. Ezt lecsöröm gyorsan. Szuper! Szóval alapozás után jöhet a korrektor. És én most szóval a DM-től kaptunk egy ilyen kis csomagot, amiben ez benne volt. Ilyen szivacs van a végén. És egész jó. Amúgy is elfogyott éppen a korrektorom, szóval jól jött, de annyira nem használok belőle túl sokat. Csak olyan helyekre, ahol szükséges. Ja, meg a szemem alá mindenképpen, mert az karikás. Voilà! Szuper! Púder. Ez csak így. Mindenhova. Természetesen ezt is ecsettel viszem fel. Nem túl sokat, mert azért a természetesség mindig fontos, de hogy ne csillogjunk bele a világba. Néha használok bronzosítót, de most nem fogok, mert eleve kicsit barnás ez az alapozó, amit használtam, és ettől félek, hogy kicsit túl barna lennék, úgyhogy ezt most hagyjuk. Viszont jött a pirosító. Ez egy Maybelline-es pirosító, és az ujjammal szoktam felvinni mostanában így. Igazából elég sok mindent. Szóval csak egy kicsit ide, meg ide. Csipicit az orromra. Valahol láttam, valaki felrakta az orrára, és így ilyen természetes pír. Ja. Igazából nem tudom, mi a sorrend. Én ilyenkor szoktam felrakni egy highlightert is, ami igazából egy személypúder. Szóval van ez a palettám. Ebben van egy ilyen
csillámosabb, ilyen arany, bézs árnyalat, és hát ezt az olyan használtam most a pirosítóhoz, úgyhogy highlighterhez ezt fogom, és csak így belemártam, és wow, nagyon jó. Azért az ujjammal viszem amúgy fel, mert itt természetesebb meghalt, vagy nem olyan túl sok. Vagy nem tudom. Így. Nekem így jó. Jep. És kész. Kész van az arc, jöhet a szemöldök. Jó. Van olyan egyébként, hogy a szemöldökömet jobban megcsinálom, de van olyan, hogy nem, és mostanában nem annyira, úgyhogy csak egy minimális ceruzát fogunk használni, vagyis fogok, nem tudom, miért beszélek ilyen királyi többes számban. Úgyhogy hívják ezt királyi többes szám, igaz? Ups, kicsit túl ment. És ami még mindig kedvencem, jó tudom, nem reklám, meg semmi, de ezzel annyira jó természetes ízéket lehet csinálni szemöldököket, ezzel a Maybelline-es szemöldök zselével, hogy ezt használom még mindig nyilván. Most is ezt fogom használni, mert tök jó. Szóval csak így átfésülöm. Szóval megfésültem, és most így néz ki. És jöhet a szem. A szememre a már előbb említett Makeup Revolution-es palettából fogok rakni, és igazából mindig váltogatom, mert ezt az aranyat, ezt az ilyen részszínűt, meg ezt a barnásat, meg ezt a... rózsgoldszerűt, nem tudom igazából belőni. Bár ez inkább ez rózsgoldszerű, és ez rész. De mindegy, ezt a négyet szoktam használni éppen, amilyen kedvem van, és csak így felviszem a szemhéjára, az ujjammal. Igazából ecsetet is szoktam néha használni, de úgy érzem, hogy az ecsetről annyi lehullik, meg annyira nem úgy viszi fel, ahogy szeretném, hogy inkább ezzel fogom. Ezt az ilyen rész vagy rózsgold, vagy nem tudom, hogy hívjuk, ezt fogom felrakni. Vagy egy gyűrűs ujjam lesz? Igen. Ez nem a gyűrűs ujjam, ez a közös. Még így nem látok semmit. Ez így egy okos dolog. Ennyi. Szempillaspirál. Szerintem már ezt is említettem videóban, mert ez is egy nagy kedvencem. Nagyon nyomorék szempilláim vannak. Biztos, hogy már mondtam, hogy rövidek és egyenesek meg ilyesmi, és ez az egyetlen szempillaspirál, ami tud ezekkel valamit kezdeni, amitől ilyen whoops lesz. Ez egy ilyen Maybelline Lash Sensational cuccos, és ilyen hajlított. Ilyen hajlított alakja van. Tudom olyan messziről, mennyire látszik, de azért elég jó. Általában nem szoktam visszadobni, szóval egyszer kihúzom, kicsit így lehúzogatom, és akkor úgy pont elég... Miért? Hogy hívják ezt? Tinta? Tinta? Miért nem beszél erről senki? Hogy hívják ezt, ami ebben van? Mert ez a spirál.
mi van benne. Szóval ami benne van, az elég. Az, hogy egyszer kihúzom, és amennyi rajta van. Arra jöttem rá egyébként, hogy ha csak a felső szemfüleimet spirálozom ki, akkor konkrétan 10 évvel fiatalabbnak nézek ki. Eleve 13-nak nézek ki, de hogyha nem csinál meg az alsókat, akkor még inkább. Úgyhogy most jön az a csoda. Mi? Készen van a szem. És elérkeztünk az utolsó lépéshez, ami a szájunk lesz. Szóval, igazán hálás lennék, hogyha a kamerám nem élne tökön álló életet, mert már ez egy dolog, hogy mindig elrontja a vágatlan videóimat azzal, hogy leáll, viszont amikor betelik a kártya, nem is tudom, hogy mivel, mert konkrétan 10 perce videóztam, úgyhogy átraktam mindent a gépre, aztán visszaraktam a kamerát, viszont közben nem láttam, hogy nem veszi fel a dolgokat. Már felraktam a számra a lust, amit lusta voltam leszedni, csak azért, hogy még egyszer felrakjam a videó kedvéért, úgyhogy már rajtam van, és ez egy nixes folyékony rúzs, már egy matt folyékony rúzs, ahogy látjátok. És igazából ezt nagyon-nagyon szeretem, mert Linának volt valami hasonlója, és emiatt én is vettem, mert nagyon tetszett az állaga, meg a színe, és ez a Stockholm árnyalat. Úgyhogy, ja, ezt felraktam, és készen is van a smink. Szóval, ennyi a videó, és azért remélem, hogy aki még mindig itt van, annak tetszett, ennyi. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!